Jézus gondolt ki, így tudja megszentelni a rábízottakat. Olyan sokszor beszél a II. Vatikáni zsinat arról, hogy a szolgálati papság és az általános papság. És nem akarok én most teologizálni. De valahol az általános papságban benne van az, hogy mindegyikünknek be kell mutatni papnak és nektek is azt az áldozatot, amit Jézus kér és elindul a kapcsolatukba keresség szentségével, hogy az érsek, hogyha megkérdette, hogy legyen a keresség szentségének éve. Hányszor gondolunk rá, hogy akkor elindult az Isten gyermekségem így is, hogy bemutathatom a magam papi áldozatát, ahogy szolgálatom az Isten ügyét. És az Isten odaállítja a szolgálati papságot, felruházza az ő erejével, hogy szenteljen meg benneteket. Épp a szentségeken keresztül. Itt kezdünk valamit megsejteni a papság szentségében. Milyen az evangéliumi papi arc? Hogy lehetne nekünk is, hogy jobban odafigyelve kialakítani azt az evangéliumi papi arcot? Mit arra, hogy utalt már rá a köszönő gondolataiban, meg akkor meghívott bennünket arra, hogy együtt imádkozzunk ezen a szép ünnepen. Utalt rá is, nem tudom, titkot árulok el, de megjelent tőle egy kis írás négy képekkel, saját gondolatai és elmékedő gondolatai és saját felvételi a természet szépségéről, és olyan gyakran vissza-vissza tér, nekem már előre adott az Isten szeretete a természetbe, az emberekbe. Ezt kell kérdetek most a számunkra és a jövő papsága számára is, és ezért óriási ajándékot vagytok ki most nekünk és a Péter atyának is, hogy hordoztok bennünket ebben az imában, hogy ez az Isten iránti szeretet soha ne rohadjon le bennünk. Mert akkor a krisztusi arc rajzolódik ki, hogy az evangélium Jézus elgondolja. Nyilván ez rátok is, mindenki rá, aki az egyházban él és Krisztus útját járja. De ez markánsa hozzátartozik.